Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az égmadarai, és ezeket mind megették. Némely szem a kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld, majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt, nektek adatott meg, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait. Nekik ez nem adatott meg, mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek. És így beteljesedjék rajtuk Izaiás próféta jövendőlése. Halván hallotok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis a népnek szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi.